pillangó döntőben. Milák tavaly országos csúcsot úszott a Duna Arénában, 50,47 másodperccel nyerte az országos bajnoki címet, ezt aztán a tokiói olimpián tovább faragta, Európa rekorddal lett ugye ezüstérmes az ötkarikás játékokon ezen a távon. Az első 50 méteren túl vagyunk, és egyelőre azt láthatjuk, hogy Szabó Sebastian tapad Milák Kristófra, de nagyjából ugye az 50-es specialistaként ezt sejtettük is, hogy Sebastian ott tud majd lenni Milákkal, aki viszont vezet, igaz, hogy nem akkora különbséggel, mint amit általában megszoktunk tőle. De ez a táv most nem 200, hanem csak 100 méter, és itt azért Szabónak jóval több esélye van megszorongatni Milák Kristófot. Milák viszont most gyújtja be a rakétákat, és elmegy a többiektől, megvédheti ezzel a bajnoki címét Milák Kristóf. 50 másodpercen kívül a győztes idő, sőt 51-en túlra csúszik, 51-03. Kurt Schubert pedig bejön végül a második helyre, és Szabó Sebastiannak jut egy bronzére.